Hello, ízrajongók! Hoztam nektek hátszínt, meg fogom sütni, tökéletesen megmutatom. Adunk a steakünkhöz olajat, átforgatjuk benne a húst, nagyon szép zsenge hús, első osztályú alapanyag, és ahogy láthatjátok, el is kezdődött a füstölés szárazon, megfogjuk a húst, elkezdjük lesütni őket. Imádom a hátszínt, mert vékony, nagyon gyorsan elkészül, viszont annál finomabb. Ó, micsoda szépségek! Már most hozzáadjuk a vajat, és egy gerezd fokhagymát héjával együtt megszúszuk, és adunk hozzá kakukkfüvet. Kap egy pici locsolást, és egy kis jénai tálba át is helyezzük a húst, és ezt a gyönyörű kakukkfüves fokhagymás vajat még rá is locsoljuk a tetejére. Előmelegített sütőbe 150 fokon 2 percet tesszük be. A 2 perces gyors hőközlés után pihentetni fogjuk a húsunkat egy hideg felszínen, és azt fogjuk csinálni, hogy 1 percenként forgatjuk, hogy szépen szellőzzön alatta, nehogy túlmelegedjen. Ahogy láthatjátok, a steaksütés egy marha egyszerű dolog, az egyetlen fontos dolog, hogy minőségi húst válaszunk, és nem utolsó sorban sütés után, hogyha megnyomogatjuk, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy keménysége úgymond a húsnak, viszont legyen ruganyossága. Hogyha nagyon puha, akkor alul készül, hogyha nagyon kemény, akkor olyan, mint egy cipőtalp, azt se szeretnénk. Nézzük meg, hogy milyen lett ez a steak. Teszünk rá egy kevés sóborsot, jöhet a tesztelés. Ha így sütitek, akkor nagyon finom lesz.